A Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium volt és jelenlegi népzene tanszakos növendékei, tanárai 40 plusz címmel jubileumi műsorral várták az érdeklődőket, családtagokat, barátokat, rokonokat, az iskola minden növendékét és tanárát a Szent István művelődési házba. Az ünnepre az ország minden részéről érkeztek népzenészek, hogy részt vegyenek a jubileumi programon, énekelve és zenélve felidézni a múltat, a közös zenélés örömét. Iskolánkban ugye mindig fontos volt a hagyománytisztelet, a hagyományőrzés, és ha népzenéről beszélünk, mi lehet fontosabb, mint ezt megőrizni és továbbadni a jelen generációjának és a jövő generációjának. Ez nekünk is a célunk, és a népzenét tovább örökíteni nekik. Berki Lilla az iskola népzenei tanszakának vezetője köszöntőjében hitettett a közösség mellett, és kiemelte, a közös élmények felidézéséről is szólt majd a koncert, de annak bemutatásáról is, hogy a tanszak azóta is kiemelkedően működik, és a fehérvári műhely több országos sikert is elkönyvelhet magának. Mi, akik ebben az intézményben nevelődtünk és szocializálódtunk, olyan útravalót kaptunk a mi tanárainktól, ami elég erőt és biztatást adott nekünk, hogy ezt a mai napot meg tudjuk szervezni. Nem volt kérdés, hogy akinek mi szóltunk, az ma röpült ide Székesfehérvárra, akár a Tiszántúrról, több száz kilométert megtéve azért, hogy együtt zenéljünk. Olyan közösséget alkottak ők a 40 év alatt, ami a mai napig megtart, felemel és összekovácsolt minket. Az együttzenélés örömét az 1982-ben alakult Bakony Népzenei Együttes biztosította a fiatalok számára, és ebben elévülhetetlen a szerepe Bódi Árpádnak. A fiatalok többsége klasszikus hangszeren játszott, így az autentikus megszólalást segítették az akkori tanárok, a Tilinkó zenekar zenészei, Knejfel Imre, Szabó József, Varró János és ő maga is. Örülök, hogy megéltem, hogy a 42. pontosabban a 45. népzenei tanszak ünnepségén részt vehetek, és az a kettő az amiatt van, hogy ez valójában a régi Bakony együttesből indult, és az akkori szervezett népzenei tanszaknak a évfordulója, amit most hallgatunk. A találkozó megerősítést hozott a közös élmények felidézésével és a tanszak jelenének bemutatásával is, hogy a népi kultúra továbbra is fontos kincs, és miénk a múltja, a jelene és a jövője is.